Mindenki egyetért abban, hogy a hulladék az értékes anyag és nem szemét. Természetesen a szőlőborágazat képviselői is a környezetvédelmi célokat tűznek ki. Két új szóval, vagy mozaik szóval ismerkedik az ágazat, az EPR és a DRS. Erről beszélgettünk Varga Mátéval. Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Mezőgazdaság nevében nézőinket, és a stúdióban pedig Varga Mátét, a Hegykösségek Nemzeti Tanácsának szakmai ügyekért felelős elnök helyettesét. EPR, RDS. Tegyük már tisztába ezeket a mozaik szavakat. Mit is jelentenek? Én is köszöntöm a nézőket a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa nevében. Ezek a szavak, az EPR ugye a kiterjesztett gyártói felelősséget, a DRS pedig a kötelező visszaváltási rendszer mozaik szavak, ugye értelemszerűen angol nyelvű rövidítései, és gyakorlatilag az előttünk álló megoldandó feladatokat jelentik. Már az elmúlt időszakban elég sokat beszélgettünk róla, mégis úgy tűnik, mintha nem csillapulnának a kedélyek. Mit akarnak ezek? Mi az, ami foglalkoztatja az ágazatot? Hát, hogyha az elejéről kezdhetem, tehát ugye ezeket a rendszereket egy környezetvédelmi termékdíjas rendszer előzte meg, amely már sok éve működött, főleg a kisebb termelők számára egy viszonylag egyszerű formában, a nagyobb termelők számára pedig egy kicsit bonyolultabb formában, de mindenképpen már jó pár éve egy állandóságot jelentett a hulladékgazdálkodás területén az ágazati szereplőknek. Ugye ezt váltotta fel ez év második fél évétől a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere, amely egy teljesen új alapokra helyezi a hulladékgazdálkodást. Ugye itt a gyártóké a felelősség, ebből kifolyólag a költségviselők is a gyártók lettek, beleértve a borászatokat, és ennek a rendszernek egy amolyan kiegészített rendszere, vagy alrendszere a DRS rendszer, amely pedig január 1-től indul, 2024. január 1-től. Itt ugye már elhangzottak korábban a sajtóban olyanok, hogy fél évvel később indul. Itt az indulási időpont, ez konkrétan január 1-e, viszont a gyártók kaptak egy fél éves átmeneti időszakot, amelyben alkalmazkodni tudnak a rendszerhez, illetve hát a rendszer finom hangolása is folyamatosan történik, annak érdekében, hogy egyre élhetőbb rendszer sikerüljön kialakítani. Ugye nagyon sok részből áll ez össze. Hogy képzeljük ezt a gyakorlatban? Gyakorlatban ugye ami a nagy újdonságot jelenti az, hogy egy elég jelentős adminisztrációs többletteher került sajnos a termelőkre, és itt jegyezném meg, hát, hogy a HNT megpróbált mindent megtenni, elnök úr, a titkárság dolgozói, elnökségi tagok, tehát jó magam is annak érdekében, hogy ez az adminisztratív, illetve a vele párhuzamosan futó pénzügyi teher, ez minél kisebb legyen a termelők számára. Az EPR rendszer, ami ugye jelenleg már egy aktív rendszer, ez gyakorlatilag az összes termelőre vonatkozik, tehát a legkisebbtől akár a 2 palackot hivatalosan forgalmazótól egészen a sok milliós kibocsátású termelőkig, és jelen pillanatban egy negyedéves jelentési kötelezettség az, amit meg kell tenni, ahol szerencsére az ágazat ki tudta magának harcolni azt, hogy az üvegpalackok tekintetében mindössze egyetlen egy darab számot kelljen lejelenteni. Nyilván ezt meg kell, hogy előzze egy okírkapus, tehát egy hivatali regisztráció, illetve egy mohus regisztráció, tehát gyakorlatilag két regisztráció után egy negyedéves bevallás, amit teljesítenünk kell, illetve hát az ezt követő számla alapján a befizetéseket. Azt hiszem, hogy sokan állnak értetlenül azelőtt, hogy tulajdonképpen az ágazat az érdekelt a környezetvédelmi céloknak az elérésében, ugyanakkor tudjuk azt, hogy az üveg az gyakorlatilag korlátlan mértékben felhasználható. Igen, ezt nem győzzük hangsúlyozni mi is a tárgyalásaink során, hogy a bor ágazatnak a kibocsátása az nagyon jelentős mértékben ugye az üvegpalackok, ami valóban korlátlan alkalommal újraolvasztható, újrahasználható, főleg, hogyha megfelelően van kezelve a hulladék. Ugye ezzel szemben az a kibocsátás, ami a bor ágazatban még van, ugye a PET, bag-in-box, stb. Ezek kevesebb alkalommal használhatók újra, illetve nem biztos, hogy újra élelmiszeripari csomagolás készít
készíthető belőlük, de mindenképpen a legfontosabb és a legnagyobb mennyiségű kibocsátás a mi ágazatunkban az üveg. Pont ez az üveg jelenti egyébként sokszor a problémát, hiszen bár rengetegszer újra használható, de ugye egy nagyon nehéz csomagolásról van szó. Az ágazatnak pedig egy elég jelentős specifikuma az, hogy nagyon kis termelőkből áll, és ezek a rendszerek, ezek nem feltétlenül a pár száz vagy pár ezer palackos kibocsátókra lettek tervezve, tehát itt egy fokozott terhet jelent sajnos a termelőknek, de mint említettem, a DRS rendszer tekintetében is, aminek a kialakítása folyamatban van, mindent megteszünk, hogy ez a teher ez minél kisebb legyen. Ugye megkérdezhetünk, hogy kerül a csizma az asztal, hiszen a borász az nem termelő, vagy legalábbis nem csomagolóanyag termelő, miért nem az üveggyártókon verik le ezt? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt mi is feltettük már. Ugye a korábbi rendszer, a környezetvédelmi termékdíjas rendszer alapvetően a csomagoló anyagnak a gyártóját, illetve az első magyarországi forgalomba hozóját terhelte. Itt ugye Európai Uniós jogszabály szól arról, hogy a gyártót, nem szívesen mondom ezt ki, tehát borászatban, ugye te is tudod, tehát termelőről beszélünk, de hogy a jogi fogalmakat a helyén tartsuk, tehát a gyártót terheli a felelősség. Itt ugye jelen esetben a szőlő- és bortermelőkről, ugye bortermelőkről beszélhetünk. Tehát itt a kereteket ugye az Európai Uniós szabályozás adta meg, és ennek a magyarországi jogalkalmazása az, aminek a végrehajtására kötelezettek vagyunk. Nagyon rövid az idő, amikor ezt bevezetik, és nem tudom elképzelni azt, hogy zökkenőmentesen a visszagyűjtés meg lehessen oldani, hiszen igazándiból nincsenek rá példák ma Magyarországon ilyen mértékben. Hát nem csak, hogy Magyarországon, de azt kell, hogy mondjam, hogy Európában sem feltétlenül vannak rá példák. Tehát ugye Románia után Magyarország a második, aki bevezeti a DRS rendszert, illetve Horvátország foglalkozik még vele, és ezt már szakmai egyeztetéseken is többször kifejtettük, hogy nagy bortermelő országok, Olaszország, Franciaország, nálunk jóval nagyobb palack kibocsátással az EPR rendszerben nagyon hatékony göngyöleg visszaforgatási statisztikákkal rendelkezik, jóval kisebb költségek, illetve jóval egyszerűbb adminisztrációs terhek mellett. Tehát Magyarország mindenképpen azt látom, hogy a visszaváltási rendszernek az éllovasa szeretne lenni, csak egy kicsit félünk tőle, bevallom, hogy átesünk a ló túloldalára. Tehát egy nagyon bonyolult rendszer az, ami kialakításra kerül, és hát sajnos a termelők részben isszák a levét, tehát ha szabad így fogalmaznom, hiszen őnekik kell ezt a rendszert kiszolgálni, valamilyen szinten üzemeltetni, adatokkal ellátni, stb. Nem csak adatokkal, hanem finanszírozni is, hiszen azért ezután fizetni is kell, hogy mennyit, azt tudjuk már? Igen, az összegszerűséget azt már tudjuk. Hosszas tárgyalások után úgy gondolom, hogy a DRS-ben egy még elfogadható, de hozzáteszem, hogy semmi esetben sem egy számunkra kedves szám született. Ugye az EPR-ben szintén hosszas tárgyalások, egyeztetések után sikerült elérnünk ezt a nagyságrendileg 12 forint per palackos díjat, és a DRS díj ugye ezzel a 25 forint per kilogramm díjjal, illetve az 1 forintos csatlakozási díjjal nagyságrendileg ezt az összeget fogja lekövetni. Úgy gondolom, hogy egy minimális emelkedés még várható, hiszen a DRS-be ugye például a papírkarton nem tartozik bele, mint hogy az EPR általányba beletartozott, ugye ez egy külön soron fog szerepelni továbbra is az EPR-ben, de talán azt gondolom, hogy ez még egy elviselhető teher azokhoz a számokhoz képest, amik azért szájnra kaptak, tehát itt ilyen 70 forint környéki összegek is, sőt egyes rossz nyelvek szerint még 100 forint fölötti pletykákat is lehetett hallani. Hát mi nagyon örülünk annak, hogy az összegszerűség az egy viszonylag elviselhető 11 néhány forintos terhet jelent továbbra is palackonként a borok esetében, illetve a pezsgők esetében is, de hozzáteszem, hogy itt is azért vannak még nyitott kérdések, tehát leginkább az adminisztráció, a díjfizetési részletek tekintetében. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy jelen pillanatban egy termékdíjas, egy EPR és egy DRS rendszer párhuzamosan üzemel az országban. Ismerjük az ágazatnak a jövedelmezőségét, nem fogja, illetve nyilván a
termelők, azok rá megpróbálják átterhelni a fogyasztókra ezt az összeget, és hát ismerve a fogyasztói szokásokat is, nem félő az, hogy az megemelkedett borárakat azt már nem fogja megfizetni? Hát sajnos ez a félelem, ez nagyon bennünk van. Tehát annál is inkább, mivel azért a borágazat, ha belegondolunk, az elmúlt években egy nagyon nehéz időszakon van túl, és talán még nem is sikerült ebből az időszakból kilábalni. Gondoljunk vissza, 2020-21 ugye a Covid-dal terhelt évek, rengeteg vendéglátóipari egység bezárt, a piacok nagyon beszűkültek. Majd ezt követően, amikor éppen elkezdtünk volna kimászni a gödörből, akkor jött a háborús helyzet, ugye megint ástruktúrálódtak a piacok, export nehézségek következtek be, bár hozzáteszem, hogy ettől függetlenül a magyar borexport szerencsére stabil és egy csekély, de növekedési pályán van. Tehát ezek után, a helyzet után, illetve az, hogy sajnos az elmúlt időszakban a vásárlóerő is, ugye kereskedelmi statisztikákból látjuk, hogy hát nem növekszik, hanem inkább csökken Magyarországon. Tehát egy nagyon nehéz szituációban vannak a borászatok, hogy bármilyen áremelkedést is végre tudjanak hajtani. Annál is inkább, mert a magyar borpiacon a kereskedelmi szektor egy meghatározó partner, és a kereskedelmi szektoron, szabad így fogalmazom, a multikon megy keresztül egy jelentős része a magyar borértékesítésnek, és hát ők ártárgyalások tekintetében egy nagyon kemény partnernek lehet őket nevezni, és nem mindig sikerül sajnos a kompromisszumos megoldás. Itt ugye egy csekély számú üzleti partner áll kapcsolatban egy nagyobb számú borászattal, és hát sajnos ezek a költségnövekmények, ha nem tudja a piacon érvényesíteni a borászat, akkor lefelé viszont meg fogja próbálni, és sajnos, mint általában minden ilyen jellegű dolog lefelé terjed, és a szőlőtermelőn fog csapódni, akik pedig szintén nagyon nehéz helyzetben vannak, mert ugye nem említettem azt, hogy az idén sajnos Magyarországon az évjárat mennyiség tekintetében nem volt egy kedvező évjárat. Tehát a legtöbb borvidékünkön, talán a Kunságot, Balatonboglárt kivéve, nagyon csekély termés átlag mutatkozik. Persze a borok minősége az jó, de ezt a mennyiségi kiesést, ezt a termelőknek gazdaságilag nagyon nehéz lesz pótolni. Ismerve a fogyasztói attitűdöt, nem biztos, hogy mindenki visszaviszi az üveget, még akkor is, hogyha anyagilag érdekel. Mi lesz azokkal? És ráadásul tudjuk azt, hogy ugye a termelő előre finanszírozza ezt az egész rendszert. Mi lesz az a különbséggel, amit még nem hoznak vissza? Mi lesz azzal az összeggel? Ez az összeg, ez ugye bennmarad a rendszerben. Tehát látni kell, hogy van egy pénzügyi körforgása a rendszerben az 50 forintos visszaváltási díj tekintetében, ugye amelyet a termelő finanszíroz előre. Tehát ez konkrétan, hogyha lemodellezzük, hogy elmondom, tehát a termelő befizeti az 50 forintot minden értékesített palackja után a mohú irányába, ugye a kereskedő kifizeti a termelő felé, a vevő kifizeti a kereskedő felé, majd amikor visszadobja az automatába, akkor egy, amennyiben nem ajánlja fel jótékony célra, akkor egy szelvény ellenében levásárolhatja a kereskedőnél, akivel aztán a mohú elszámol. Tehát ugye ideális esetben 100%-os visszaváltásnál egy teljes pénzügyi körforgás valósul meg. Ha ez nem következik be, és jelenleg a szakértők előrejelzései szerint ilyen 60-65%-os visszaváltási arányjal számolnak. A bennmaradó pénzek azok a rendszer üzemeltetésére fordítódnak. Ugye ez a mohúnak a belső működése. Gondoljunk bele, ezeket az automatákat be kell vásárolni, üzemeltetni kell a benne keletkező üvegcserepet, hiszen ezek az automaták, bármely három típusról is beszélünk, a három közül, a műanyag flakonokat, fémdobozokat ledarálják, az üveget pedig összeroppantják, törik, és egy üvegcserép, illetve egy műanyag vagy fém darálék az, amit el kell szállítani belőlük. Tehát ennek van egy logisztikai költsége, egy újrahasznosítási költsége, nyilván ezekből az összegekből kerül finanszírozásra. Természetesen, ahogy a rendszerbe ugye egyre több palack kerül vissza, ez az összeg ez úgy csökken, tehát ilyenkor a másik kettő díj, amit a termelők fizetnek, annak a kiszámításánál ez figyelembevételre kerül, tehát elképzelhető, hogy ott változások lesznek.
Ugye ez egy másik dolog, amiről a legtöbb fogyasztó nem hall, hogy nem csak az üveg visszaváltási díjról beszélünk, hanem a termelők számára egy csatlakozási díj, illetve egy rendszer üzemeltetés, egy használati díjat is fizetni kell, illetve lehetőség van 2025-től egy termékregisztrációs díj kiszabására is. Hát sajnos ezeket nagy valószínűséggel a termelők valamilyen szinten megpróbálják majd érvényesíteni az árakban. Nem merül fel az a félelem, hogy esetleg a műanyagpalackok felé fog eltolódni a csomagolás? Igen, mindenképpen felmerült bennünk, de akár az LPR díjaknál, akár a DRS-nél, ha valaki megnézi a pénzügyi elemeket tartalmazó táblázatokat, akkor látja, hogy ezek a pénzügyi kötelezettségek úgy vannak kiszámolva, hogy a palackok fajlagos tömegével nagyjából arányba kerüljenek, tehát hogy ne legyen előnyös egy műanyagflakon használata egy üvegpalackkal szemben. Mi az, amit még megfogalmazott az ágazat kifogásként, amit szeretnétek elérni, ami célkitűzés? Alapvetően a célkitűzésünk az lenne, hogy ha egy mondatban össze kéne foglalnom, hogy egy élhető rendszert alakítsunk ki. Az élhetőt értjük három aspektusból. Egyrészt pénzügyi aspektusból ne okozzon túl nagy terhet a termelőknek, ezáltal a vásárlóknak se okozzon túl nagy terhet, hiszen arról ugye nem kell beszélnünk, hogy a visszaváltási díj egy külön soron szerepel, de a többi díj, ami beépül az árba, az ugye ahány kereskedelmi lépcsőn megy keresztül, az mindig csak növekszik, az áfa azon rajta van, tehát lehetséges, hogy egy apróbb díj, amit a termelőt terheli, az mire a fogyasztóhoz ér, már egy jelentősebb összeg lesz. Tehát az összegszerűség tekintetében az lenne a fő álláspontunk, hogy ezek a díjak lehetőség szerint a még elfogadható kategóriában maradjanak, és a közeljövőben ne is növekedjenek jelentős mértékben. Másik oldalon az adminisztrációs terheket mindenképpen szeretnénk, hogyha lehetőség szerint csökkentenénk. Folyamatosan tárgyalunk az Energiaügyi Minisztérium, illetve a MOHU képviselőivel, és bízom benne, hogy a kéréseink meghallgatásra találnak. Már úgy gondolom, hogy értünk el részeredményeket, de még hosszú út áll előttünk. A harmadik pedig a maga a rendszernek a fizikai végrehajtása, amit mindenképpen szeretnénk, hogy egyszerűsödjön. Jelen pillanatban már a leadandó regisztráció során leadandó palack számot némelyes sikerült csökkenteni, de a végcélja a HNT-nek, illetve hát úgy gondolom, hogy az egész borásztársadalom nevében beszéltek, az lenne, hogy ez a regisztráció, ez egy elektronikus úton megtörténhessen. Tehát, hogy ne kelljen mindig palackokat küldözgetni. A HNT itt egyébként felajánlotta azt, hogy a Magyarországon forgalomba lévő üvegtípusokat, borospalac típusokat összegyűjti, és egy központi regisztráció után a termelőknek már csak egy elektronikus címke, illetve vonalkód regisztrációt kelljen csinálni. Ez jelen pillanatban úgy gondolom, hogy még nem lesz elérhető, de vannak ígéreteink arra, hogy az egyszerűsítést figyelembe fogják venni, és a rendszereket e felé próbálják igazítani. Az előző percekben megfogalmaztuk a kétségeinket. Vannak-e pozitív tapasztalatok akár nyugat-európai boros országokból? A DRS tekintetében, mint már említettem, korábban sajnos nincsenek. Tehát nincs Nyugat-Európában olyan ország, amelyik a DRS rendszert már bevezette volna. Ugye az Európai Uniós jogszabályok 2030-ig tartalmaznak erre vonatkozó kötelezettségeket. Az EPR rendszer tekintetében Franciaország, Olaszország nagyon magas százalékban, tehát ilyen 60-70%-ban tudja újrahasznosítani a palackokat, de skandináv országokban van példa akár 90% feletti újrahasznosításra is. Ezek a rendszerek a miénknél némelyest egyszerűbbek, talán egy kicsit transzparensebbek is a termelők számára. Ugye nálunk egy független cég végzi a rendszernek az üzemeltetését, a nyugat-európai modellekben jellemzően egy olyan non-profit társaság végzi ezeknek a rendszereknek az üzemeltetését, amelyben a termelői képviselet is megoldott, így aztán ugye egy kicsikét nagyobb ráhatása van az ágazatnak a rendszer működtetésére. De én bízom benne, hogy attól függetlenül, hogy a magyar rendszer ilyen szempontból sajátos és egyedi, a folyamatos egyeztetések során ez is tud működni. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.